a megvalósítandó építményt ajándékba kapott tetőcseréből, fából, saját munkából és pénzbeli adományokból szeretné a gyülekezet megvalósítani. A gyülekezeti presbitérium arra kéri a támogatókat, hogy adományozzanak a közösségi pavilon létrehozásáért, amennyit személyes helyzetük lehetővé tesz. Jelenleg ott tartunk, hogy elkészültek az építési tervek, megkaptuk az építési engedélyt, és folyik az adománygyűjtés, amit gyülekezetünk tagjaitól is kérünk, de ha vannak kívülállók, akik szívesen dolgoznak, a munkájukat örömmel fogadjuk. A terület és a helyszín az, ami a hátam mögött látható, aminek én örülök, hogy ez ezen a területen létesül, ami régóta a Dabas központja és a Református Egyháznak egy fontos része, hiszen itt volt a második iskolánk, az első iskolánknak az épülete már nincs meg, és a közelben állt valamikor a Református Egyháznak az első épülete 1720-ban épült. Idén nyáron szervezett először nyári napközi tábort a református gyülekezet, és a tapasztalatok alapján nagy segítség lett volna egy fedett építmény, amely megvédi a résztvevőket a hőségtől. Körülbelül egy éve csatlakoztam a református gyülekezethez, és nagyon szeretném, hogyha a gyerek és ifjúsági programok terén hozzá tudnék tenni pozitívan ahhoz, hogy a gyerekeket bevonzzuk a gyülekezet életébe. Folyamatosan látszanak az eredmények, egy nagyon lelkes csapat dolgozik azon, nem én egyedül természetesen, hogy a gyerekeknek olyan programokat, olyan játék lehetőségeket, kulturális programokat tudjunk biztosítani, ahova szívesen eljönnek. A közösségi pavilon tervei tehát már folyamatban vannak, a tervezés a végső stádiumba érkezett. Várhatóan nem sokára megérkezik a jogerős építési engedély is. Már felajánlásként megérkezett a faanyag, vagy legalábbis felajánlották már a faanyagot és a tetőcserépanyagot, és az építési anyagoknak a 90%-a jelen pillanatban már rendelkezésünkre áll. Ez bizodalommal tölt el bennünket, hogy most már csak a munkaerő, idézőjelben csak a munkaerő szükségeltetik hozzá, és a segédanyagok, mint festék, meg szög, meg ilyenek, és reméljük hamarosan ez is meg lesz, és akkor már részletekre bontva elkezdhetjük az építkezést. Mikor szeretnék, hogyha elkészülne? Hát ez nem csak rajtunk múlik. Jövő év folyamán szeretnénk ez elkészülni. A jelen pillanatban ott tartunk, hogy érkezzen meg a cserép és a faanyag, azt ledeponáljuk, letároljuk, és akkor a tél folyamán a részletes kivitelezési tervek kidolgozása fog folyni, és az adománygyűjtés. A felajánlásokat dr. Dóri Csabához, a presbiteresekhez, vagy Nagy Vilmoshoz tudják eljuttatni.